Váradi Gyula oltásért érkezett ebbe a Kecskeméti háziorvosi rendelőbe. Nem ez az első vakcina, amit felvett az elmúlt időszakban. Én hiszek a tudományban, és ezért felvettem három korona elleni videóoltást, és az influenza ellen most. A nemrégiben elterjedt flurana elnevezés nem a COVID-vírus egy új mutásának a neve, hanem az influenzával és a koronavírussal egyidejűleg történő megfertőződés kapta az elnevezést. Ezt a tünet együttest megelőzendő érdemes védekezni a megbetegedések ellen külön vakcinával. Influenzánál épp olyan hasznos, mint a koronavírus esetében és addig, amíg a kezdeti óvatosság arra intett minket, hogy ne egyidejűleg adjuk, ma már a WHO lehetővé teszi, tehát engedélyezi azt, hogy egyidejűleg megkaphassák, egy feltétellel, hogy ne ugyanarra az oldalra. Tehát akiben megint csak azt mondom, megérett az egyik védőoltás felvételének az elhatározása, és nem idegenkedik a másiktól, akkor nyugodtan felveheti mind a kettőt egyidejűleg. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogyha valaki a kockázati csoportba tartozik, és nem veszi fel egyik oltást sem. A koronavírus betegség az most is még egy sokkal uh, fajsúlyosabb, mint az influenza. Az influenzát egy kicsit most már kevésbé veszük olyan komolyan. Azért tegyük hozzá, hogy száz év alatt az emberi szervezet megbarátkozott az influenzával, tehát az influenza megszelidült, és nál az influenza vonatkozásában azért kevésbé olyan szigorúan ajánlott a felvétel. Viszont a kockázati csoportnál, tehát a krónikus betegeknél, illetve a 65 év felettieknél az influenza szintén javasolt, mármint a védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi Központ arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a múlt évhez hasonlóan az idén is térítésmentes mindenki számára az influenza elleni védőoltás. Az NNK hangsúlyozta, a jelenlegi járványhelyzetben különösen fontos az influenza elleni oltás beadatása, mert a koronavírus fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel jár együtt.